nagyon szerette a magyarokat. Így emlékszik vissza Helmut Klászra Harsányi Zsolt, az Axia Kft. Tulajdonos ügyvezetője. A Klász csoport egykori ügyvezető igazgatója 2021. januárjában, 94 éves korában hunyt el. A mezőgazdasági ipar úttörője volt, aki szerint sikerének nem volt titka. Jó ötletek és motivált emberek kellettek ahhoz, hogy a Klász csoport elérje a céljait. Zsolt, te 20 évvel ezelőtt találkoztál először Helmut Klászsal. Hogy emlékszel vissza arra a napra? Gyöngyivel feleségemmel utaztunk ki 2000. június 30-án a Klász céghez. Tökön megkerestek minket azzal, hogy lehetnénk esetleg mi a mezőgazdasági gépeket forgalmazó Klász cégnek a magyarországos kizárólagos képviselete, és elhívtak bennünket házaménykelbe. Elutaztunk, körülnéztünk, egy óriási nagy gyárba kerültünk, mint hogyha a méz közepébe estünk volna. És akkor egyszer csak a Technoparkba, amit nagyon sok magyar partnerünk is meglátogatott azóta, ott egy kisebb terembe, 60-80 fős terembe, nekem kellett prezentálni Helmut Klász előtt. Beérkezett Helmut Klász, egy kis jovális, szemüveges ősz úriember, leült, köszöntött minket, és tökben elmondtuk neki, hogy mi mit is csinálunk, mivel foglalkozunk. Apjában még nagyon szerette magyarokat, hiszen 68-69-ben nagyon sokat járt Magyarországon azért, hogy az akkori dominátor szériát itt Magyarországon el tudja adni, és utána az első eladások után nagyon sok fejlesztést vittek végre, amiből dominátor 100-as létrejött, majd a 105-ös, 106-os, és Magyarország tulajdonképpen egy tesztpálya volt a németeknek, a német klászcégnek, hiszen ilyen struktúrában, mint itt vannak Magyarországon, itt voltak akkor Magyarországon földek, nagyon-nagyon kevés helyen volt. Ilyen kombájnunk például, amit akkoriában értékesítettek a 70-es évek elején, a Hódaglónál, ami most is ott van az udvarban, Szabó Lajos barátomnál, amit egyébként később, 2006-ban lányával, Katalinával meglátogattunk, és megnéztünk, hogy hogy is nézett ki az a kombány. Abban a kombányban akkor 17 ezer üzemóra volt, ami óriási teljesítmény egy kombánytól. Ez a kombány tulajdonképpen azoknak az éveknek az eredménye, amit Helmut Klász itt Magyarországon eltöltött, és megnézte a magyarországi körülményeket, látta, hogy mi az, ami elkopott, mi az, ami nem jó, mi az, ami változtatni kell. Sok-sok magyar emberrel beszélgetett ahhoz, hogy a következő szériának a tapasztalatait beépítette. Az volt a legérdekesebb, és ezért is tudott nagyon sokszor nyerni sok-sok nyugati gép között Helmut Klász maga is a Klász cég, mert ő már kezdetektől fogva rájött arra, hogy igenis magyar ellentételezésre van szükség. Tehát ő nem csak exportálni akart, nem csak azt akarta, hogy megyük meg és mehetünk a sóhivatalba, hanem egyértelműen a magyar mezőgépipart is bevonta a kombányok gyártásába. Akkorjában az hogy nézett ki? Magyarországon elkezdtük gyártani a fülkéket, elkezdtük gyártani a rostákat, a szecskázott hátra kombányra, egy rakás, a csigákat kisúszálláson. Nagyon-nagyon sok beszállító partner volt Magyarországon a mezőgépből, ami tulajdonképpen ellentételezésként vitte a kifelé az alkatrészeket, ami utána összeszerelve komplett kombány formájába jött vissza Magyarországra. És ez utána addig változott, addig ment előre, míg nem csak annak a mennyiségnek a megfelelő export-import jött létre, hanem mi folyamatosan Magyarország pluszban volt. Tehát tulajdonképpen segítette a Magyarország fejlődését az akkorjában, aki élt még a 70-es, 80-as évek, pontosan tudja, hogy mennyire ki volt éhezve Magyarország a dollár elszámolásba pozitívumok felé. Ő ebben is nagyon sokat segített. Jó szeme volt ezekhez a technikai dolgokhoz, és jó szeme volt arra, hogy meglátta, hogy kivel kell együtt dolgozni. Jó szeme volt ahhoz is, hogy veletek kell ezt a munkát tovább folytatni 20 évvel ezelőtt. Látta, hogy mi apjaéve becsületes fiatal emberek vagyunk, hiszen én akkor 34 éves voltam. Gondold végig azt, hogy 34 évesen kimegyek, és egy akkor már több mint 30 éves hagyományt kell folytatnom. Tehát majdnem olyan idős volt az ő kapcsolata Magyarországgal, a magyar kombánypiacon, mint amilyen idős voltam én. Látta bennünk a lendületet, látta azt, hogy értünk, amit akarunk csinálni, hiszen azért azt el kell mondani, hogy mi voltunk akkor a legnagyobb pirátnak, a legnagyobb kalóz kereskedők, alkatrészben rengeteg alkatrészt eladtunk, Klász alkatrészt, és látta, hogy ezt akarjuk is csinálni. Illetve ajánlottak minket, az is nagyon fontos volt, Bernd Hoffmann volt az akkori Magyarországért felelős
fiatalember, aki azóta már nyugdíjban van, és azóta is nagyon jó barátság vagyunk, aki azt merte mondani, hogy mi jók leszünk. István, mit jelent neked az, hogy te ismerhetted személyesen Helmut Klaas urat? Ez egy rendkívüli dolog és rendkívüli érzés. Az első találkozásom Helmut Klaasszal nem közvetlenül, de a 70-es években volt. Én egy kis faluból származom, és híre ment, hogy megérkezett az első Klaas Combine. A Klaas Combine akkor a 70-es évek közepén egy új technológiát reprezentált. Körbeálltuk és néztük, hogy mennyivel másabb a fülke megoldás, a hajtás átvitel. Egy más műszaki színvonalat jelentett az akkor elterjedt orosz szovjet kombájnokhoz képest. Hát akkor nem gondoltam, hogy valamikor személyesen fogok találkozni azzal a személyiséggel, akinek a neve mégiscsak rajta van ezeken a gépeken. Az 1986-ban itt ebben az aulában már személyesen is láthattam. Én akkor negyedéves gépészmérnök hallgató voltam. Ő pedig családja körében itt az aulában ült. Akkor avatta az egyetem, az akkori Gödöllői Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági gépészmérnöki kara díszdoktorrá Helmut Klaast. Az ő támogatását bírva tőlünk hallgatók, mérnökhallgatók és doktoranduszok mehettek ki Házevinkelbe, hogy ott folytassák tanulmányaik egy részét, illetve a kutatásaik egy részét. Én is töltöttem el egy rövid időt Házevinkelben, és akkor már éreztem, hogy ha valaki Házevinkelben megjelenik Gödöllőről, az egyetemről, annak van egy háttere. Nagyon jó volt ott gödöllőinek lenni, nagyon jó volt magyarnak lenni Házevinkelben, hiszen valahogy azt éreztem, hogy mi annak idején, az elődeink révén hozzájárultunk a Klaas sikereihez, hiszen számos kutatásban, együttműködésben, fejlesztésben találtuk meg a közös lehetőségeket. Dékánként én mindig nagyra tartottam azt az együttműködést, amit a Klaas cég, illetve a Klaas cég csoport ajánlott. Föntartottuk a gyümölcsöző együttműködést, mi kaptunk ajándékba gépeket a Klaas cégtől, illetve hát az Axiáltól, hiszen akkor már az Axiál lett a Klaas cég Magyarország képviselője, a gépeit ők forgalmazták. 2008-ban én nagyon büszke voltam arra, hogy amikor egy új csarnokot avattak Törökszent Miklóson, akkor Helmut Klaas személyesen részt vett ezen az átadón, és a beszédébe beleszült engem is. Én akkor nagyon-nagyon kihúztam magam, mert hát valahogy felrém lett az a gyerek, aki ott rácsodálkozott az akkor még ilyen ikeres narancssárga színekben pompázó Klaas Combine-ra, és hát mégiscsak ennek a cégnek a vezetője érdemesnek tartotta a beszédében megemlíteni, hogy valamelyest én is tovább viszem ezt az együttműködést. 2009-ben eljátogatott az egyetemünkre, akkor már Lehocki professzor nem élt, róla mi elneveztünk egy díjat. Ezt a díjat a világ meghatározó mezőgépészeinek kívántuk odaadni, és Helmut Klaas egy ilyen díjban részesült. Számára ez nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, mert ő ismerte, jó barátként ismerte talán Lehocki Lászlót, és hát meg is hatódott, akkor gyakorlatilag egy napot töltöttünk együtt, bejártuk az egyetemet, sokat beszélgettünk, rendkívüli egyéniség volt, aki nyilván egy nagyvállalatot vezetett. A nagyvállalat vezetők, talán a tulajdonosok is, azért egy más szemüvegen kell, hogy lássák a világot. Ő meg tudja őrizni az egyszerűségét, a mezőgazdaság iránti elkötelezettségét. Ő bizonyos értelemben gazda maradt, vagy gazda tudott lenni, inkább így fogalmaznék. És ez érezhető azokon a projekteken, amiket ő nagyon fontosnak érzett. Hosszú időre nyúlik vissza a Klaas cég és a ti cégetek közti kapcsolat. Mióta vagytok munkakapcsolatban, Józsi? Hát tulajdonképpen a termékeket nézve 1982-ben jött Belvár Gyulára az első kombájn. Ez egy 76H hegyi kombájn volt. Az annyiban volt unikum, hogy az országban akkor összesen 4 darab volt csak.
akkor az első kettőt azt mi vásároltuk, aztán később meg két használtat. Tehát tulajdonképpen a termékkel ekkor találkoztunk először, és azt mondhatom, hogy ez volt igazából az első nyugati technika a vállalat életében, és ez sok mindent meghatározott a későbbiekre nézve. A céggel talán ettől szorosabb kapcsolat, azt gondolom, hogyha most dátumot kell említeni, az egyszer egy 82-es időpont, amikor az akkori ország felelőse Bernd Hoffmannal sikerült személyesen találkoznunk, akkor még egy IKR-es vevő találkozón. 2003-tól a Klász cég a marketing anyagainak a nagy részét, ami a nyári betakarításokhoz kapcsolódik, azt mondtam, hogy szinte két évente, amikor új termék jön ki, akkor nekik szükségük van olyan képekre, prospektusanyagokra, videókra, amit már abban az évben, augusztusban be tudnak mutatni, ez pedig elengedhetetlen, hogy egy olyan helyszínt kellett neki keresni, ahol viszonylag korán van az aratás. Nyilván ezért kerülhettünk képbe földrajzi szempontból, egyébként pedig hát a munkatársaink közül is többen beszélik kevésbé vagy többé a német nyelvet, és hát ez nyilván a mindennapi munkák során az itt dolgozó csoportnak is megkönnyíti a mindennapjait. Egy dedikált kombányt is kaptatok néhány évvel ezelőtt. 2018. május 30-ig egy jeles esemény volt a cég életében is. Az Axial Kft. A 2500. Klász kombányát abban az évben értékesítette, és a véletlen úgy hozta, hogy Belvár Gyula vehette meg ezt a 2500. kombányt, ami egyben a cég életében a 25. kombány volt, és ebből az alkalomból az íróasztalom mögötti polcon látható egy Helmut Klász által személyesen aláírt, dedikált kis makett. Az utóddal, Helmut Klász lányával is nagyon jó a kapcsolatotok. Igen, az előbb említett személyes kapcsolatok odáig jutottak, hogy Katarina Klász 2006-ban járt itt az Axiálnál, és az Axiállal együtt ellátogatott az Axiál egyik vélhetően jó partneréhez, Belvár Gyulára, és így aztán személyesen is alkalmunk volt a Katarinával megismerkedni. Ugye annak rendje módja szerint, amikor ilyen szintű vendéget kap az ember, pucba vágtunk magunkat, nyakkendő, öltöny, ő meg lazán idejött egy klasszos pólóba, egy farmerbe, tehát ugye ebből az következik, hogy a mindennapokban ő a gazdálkodásban azért otthon van. Te gépész ember vagy, mit jelent neked a Klász márka? Ez egy picit emocionális is, tehát ugye én gyakorló műhelyvezető voltam akkor még 82-ben, és gyakorlatilag, mint ahogy mindenki a magyar mezőgazdaságban, alapvetően szocialista gépekkel dolgoztunk, és találkoztunk egy olyan technikával, ami nekünk akkor, hát hogy mondjam, egy akkora lépés volt, amit mai ésszel talán fel sem tudunk mérni. Most mennyi Klász kombájnnal dolgoztok? Van 4 darab 660-asunk, és van 2 darab 540-es. Az idei évben szándékozunk az 540-eseket lecserélni, és egy nagyobb teljesítményű, valószínűleg egy 670-est kombányt szándékozunk vásárolni.